Fiatalok és döntéshozás. Vajon szerepet kaphat-e az ifjabb generáció is abban, hogy hangját hallassa a napi közéletben? A hit szerepét próbálják többen betölteni e téma kapcsán. Ezzel foglalkozunk többek közt a Miért ma esti műsorában. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket a készülékek előtt, és két illusztris vendégünk is van e téma kapcsán, Ák Péter, a Fidelitas elnöke, és Hollik István, az X, azaz az Ifjúsági Keresztény Demokrata Szövetség alelnöke. Hit szerep. Szóval ez az, ami ma elképzelhető, hogy nem egyszerű, hogy a fiatalok is hallassák a hangjukat, részint ezért vannak itt Kaposvárot, hogy egy kicsit az önkormányzati témában puhatolózzanak. De ez a hit szerep, ez hogy néz ki ma? Péter. Jó estét kívánok! Nyilvánvalóan a fiataloknak sajátos élethelyzete van, amiből kifolyólag szinte minden egyes területtel kell, hogy találkozzanak, legyen szó akár önkormányzatról, akár gazdaságról, oktatásról, vagy éppen egészségügyről. És ebből a speciális helyzetükből adódóan számos probléma is merül fel az ő életükbe, amelyet a médián keresztül gyakran hallhatunk. Ugyanakkor nekünk, mint politikai ifjúsági szervezeteknek van egy olyan küldetése is, hogy a döntéshozók felé eljutassuk az ő problémájukat. A Fidelitas most idén ünnepli 15 éves születésnapját, és ebből kifolyólag szerintem az elmúlt 15 évre, és azt abban bízunk, hogy az elkövetkezendő időszakra is az fog jellemezni minket, hogy hitként tudunk fellépni a döntéshozók, tehát a kormány, a Fidesz frakció és a fiatalok között. Ennek keretében dolgoznak az önkormányzati képviselőink a helyi testületekben, ennek keretében dolgoznak az országgyűlési képviselőink, és vannak olyan felelős beosztású tagjaink is, akik például kormányzati programot készítenek arra vonatkozólag, hogy miképpen fogalmazzák meg az új nemzedék problémáit, és milyen kitörési lehetőségek vannak. Az X ehhez mit tud hozzátenni? Tehát azért ez nem egyszerű manapság, amikor azért a legfrissebb felmérések szerint az emberek igencsak eltávolodnak a politikától, hogy mégiscsak megszólítsák őket, és próbálja az ember tényleg megtudni, hogy mik is a problémák, mivel kellene foglalkozni, akár a Magyarországgyűlésben, akár más döntéshozási szinten. Jó estét kívánok! Igaza van, nagyon nehéz ma egyébként egy fiatalt rávenni arra, hogy a közélet problémáival foglalkozzon. Ezt valószínűleg mind a ketten tapasztaljuk, mind a két szervezet tapasztalja. És én úgy gondolom, hogy ez nem véletlen. Az elmúlt 20 évben a fiatalok véleményét a kormány nem kérte ki, nem voltak kíváncsiak a fiatalokra, és nem, de a fiatalok éppen ezért el is fordultak a politikától. Nekünk az a nehéz küldetésünk van, hogy megpróbáljuk az ő érdekeiket képviselni, és bebizonyítsuk számunkra, hogy az állam az nem ellenük, hanem értük van. Mi szervezetünk úgy próbálja megtenni, hogy olyan problémákat dolgozunk fel, ami a fiatalokat valóban érdekli. Hadd mondjak egy konkrét példát. Ebben az évben csináltunk egy honlapot, aminek az a címe, hogy gyerehaza.org, és itt tulajdonképpen azokkal a fiatalokkal foglalkozunk, akik egyre többen vannak, akik itthon nem találtak munkát, ezért kimentek, és mi azt kérjük tőlük ezen a honlapon, és megpróbálunk nekik segíteni munkát találni, hogy jöjjenek haza. Én úgy gondolom, hogy Magyarországnak is, főként amikor Magyarország megújításáról beszélünk, Magyarországnak szüksége van olyan fiatalokra, akik nyelveket jól beszélnek, és versenyképes tudásuk is van, és a fiataloknak is szüksége van, én úgy gondolom, hazájukra, és a hazájuknak is szüksége van rájuk. Hogy lehet ezt egyébként erősíteni? Most nem csak a konkrét példát, amivel az X foglalkozik, hanem az, hogy a fiatalokat tényleg megszólítsák. Tehát azért alig, ha lehet azt mondani, hogy egy parlamentben, egy Magyarországgyűlésben egy olyan hangvétel lenne, ami valóban megszólítja a fiatalokat, azért itt a közösségépítés az előtérbe kell, hogy kerüljön, feltételezem én, hogy valóban eljussanak ezek a célok azokhoz, a korosztályokhoz, akiket céloznak. Nyilván. Ugyanakkor én nem lennék ennyire szkeptikus. Tehát nyilvánvalóan nagyon sok korosztályra igaz az, nem csak a fiatalokra, hogy elfordulnak, illetve elfordultak a közélettől, ahogy az elmúlt 20 évben ez mindig is igaz volt. Jelenleg mi egy új rendszert próbálunk létrehozni, amely a biztonságnak a rendszere, kiszámíthatóságnak a rendszere, és ennek keretében lehet, hogy még annyira nem
világos, hogy milyen út felé haladunk, hiszen egy óriási gazdasági válságban vagyunk. Ennek ellenére napról napra haladunk előre, és a végén, a ciklusnak a végén mi például azt szeretnénk elmondani, hogy ennek a négy évnek a lehetőségekhez képest nyertesei voltak a fiatalok. És azért sem vagyok szkeptikus, mert ugyanakkor lehet, hogy a fiatalok, még amikor egyetemisták vagy középiskolások, annyira nem mozgatja őket a közélet kérdéseit. Valljuk be, van sok jó dolguk is, buliznak, és párkapcsolatban próbálnak boldogulni, tehát számos kihívás éri őket az életben. Ugyanakkor abban a pillanatban, amikor belépnek a nagybetűs életbe, szeretnének elhelyezkedni, szeretnének munkát vállalni, családot alapítani, akkor kétségtelenül szembe kerülnek az állammal, és meg kell vizsgálniuk, hogy milyen lehetőségeik vannak, milyen lehetőségekbe tudja őket az állam segíteni, és innentől kezdve, meg amikor már megkapja az első fizetését, onnantól kezdve már automatikusan foglalkozik a közélettel, és nyitott lesz a közélet kérdései iránt. És ebben a rendszerben nekünk az a küldetésünk, hogy a boldogulásnak a lehetősége, előre mozdítása, hogy amikor eljön ez a bizonyos pont, akkor a lehető legjobb helyzetbe találja őket. Milyen problémák feszegetik egyébként a fiatalok lelkét ebben a bizonyos korban? Tehát azért, hogyha valaki már megpróbál egzisztenciát teremteni, megpróbál egy kicsit, azt mondom, a párkapcsolatának tényleg egy biztos jövőképet adni, netán majd később családot alapítani, hát ezek azért olyan kérdések, amire állami szinten is figyelni kell. Nem biztos, hogy a két szervezetnek csak a nyugdíj kérdés a célja, hiszen az más korosztályt érint. Mi az, amiben előrelépés, mik azok a konkrétumok, amiben eredményeket tudtak elérni az elmúlt évek során? Akár az X részéről, akár a Fidelitas részéről. Kezdjük az X-el akkor. Én megint egy konkrét példát emelnék ki. Mi a tagjaink között is, meg egyébként azokkal a fiatalokkal, akikkel beszélünk és találkozunk, azt látjuk, hogy a családalapítás az ugye központi kérdés, és hát ugye látjuk a demográfiai adatokat, látjuk a társadalomnak a korfáját, azt látjuk, hogy idősödünk, egyre kevésbé, kevesebben leszünk, ugye azt hiszem most már 10 millióan is kevesebben vagyunk. Tehát ezért stratégiai kérdés, hogy a megfelelő számú gyereket, akik szeretnék, azok el is tudják vállalni. Mi például még a kormányváltás előtt azért, hogy reményt és bizakodást adjunk a fiataloknak, csináltunk egy www.családiadózás.hu portált, ott például elmagyaráztuk neki, hogy mit jelent az a családi adózás, miért hasznos ez, ugye amit a kormány tulajdonképpen most be is vezetett, ennek az egyik típusát, a gyermekek után járó adókedvezményt. Szerintem ez az egyik olyan központi kérdés, ami a fiatalokat valóban foglalkoztatja. És nem csak Fidelitas, hanem mint kormány és Fidesz. Tehát ahogy mondtam, a munkahelyteremtés, a családalapítás és az otthonteremtés szerintem azok a legfontosabb problémák, amelyekkel egy fiatalnak boldogulnia kell. És ebben nagyon fontos valóban az, hogy olyan adórendszer legyen, amely a családalapításnak a lehetőségét, a több gyermek vállalásának a lehetőségét megkönnyíti. Nyilvánvalóan ehhez társulnia kell egy otthonteremtési programnak is, amelyet októberben jelentett be a miniszterelnök a nemzetgazdasági miniszterrel. Ami egy folyamatnak a folytatása, sajnos egy elakadt folyamat folytatása, hiszen annak idején 1998 és 2002 között létezett egy ilyen otthonteremtési program, amely egyrészt löketet adott az építőiparnak, tehát munkahelyet teremtett, és lehetőséget biztosított a fiataloknak arra, hogy a saját családi életüket egy saját ingatlanban meg tudják kezdeni. Ehhez egy fontos lépés, ennek az újraindításához egy fontos programpont volt szerintem az otthonteremtésnek az elindítása, amelyet nyilvánvalóan a Fidelitas, gondolom az X-el együtt, de természetesen az X-el együtt mindig is szorgalmazott. Hogy jönnek a képbe az önkormányzatok, hiszen a mai, illetve a hétvégi találkozó témáját az önkormányzati szektor adta meg. Hogy jön a fiatalokhoz az önkormányzat, hiszen nyilvánvalóan azért a fiatalok is bekerülhetnek a helyhatóságokba, de miért olyan fontos téma ez, hogy a két szervezet úgy gondolta, hogy ezzel foglalkozni kell? Mostani időszakban számos sarkalatos törvény van napirenden, amelyek nagyban át fogják alakítani Magyarországnak a működési rendszerét. Az önkormányzatok világa az a világa, amivel leginkább találkoznak nap mint nap a választópolgárok, így nyilvánvalóan a fiatalok is. Ebből kifolyólag ennek a kérdésnek a megvitatása az egy fontos programpont, és nyilvánvalóan másik oldal pedig az, hogy a Fidelitas és az X is egy politikai ifjúsági szervezet, a tagjai számára, akik alá
alázattal és szorgalommal elvégzik az előttük álló munkát, akkor lehetőséget próbál biztosítani arra, hogy a testületekben szolgálják a saját településüket, illetve a megyeiket. Ennek keretében fontos volt az, hogy a napirenden lévő törvényjavaslatot megtárgyaljuk. Ennek alapján el lehet mondani, hogy a most itt a parlament előtt tárgyalás alatt lévő javaslat a biztonságnak a javaslata, hiszen az öngondoskodást és az önfenntartásnak a lehetőségét teremti meg az önkormányzatok számára, és azt a rendszert, amelyet eddig az ellátók, ugye az emberek általában ellátottakként találkoznak például a kórházakban a megyével, mint fenntartóval, azt a biztonság jegyében és a kiszámíthatóság jegyében a jövőben az állam fogja teljesíteni. Az X számára mi újdonságot hozott ez a fórum? Nagyon, nagyon sok érdekes gondolat felmerült, de hadd utaljak arra, amiről talán legtöbb szó esett, hogy tulajdonképpen a fiataloknak egyáltalán mi az érdeke az önkormányzati rendszer átalakítása kapcsán. Az tulajdonképpen, ami a kormányzatnak is, hogy visszaállítsa az embereknek a bizalmát az állam irányába. Ugye erre több kormányzati program is van, létrehozták a kormányhivatalokat, azt hiszem pont múlt héten járt itt a Navracsis Tibor. A kormányablakok is egy olyan fajta filozófiát sugallnak, ugye reggel 8-tól este 8-ig lehet ügyet intézni, tehát valakinek nem kell szabadságot kivenni azért, hogy az ügyeit el tudja intézni. Kedves, probléma megoldásra orientált ilyen munkások, vagy ügyintézők vannak. A lényeg az, hogy azt számunkra is az a fontos, hogy egy fiatal, amikor helyben él, akár nagyvárosban vagy kistelepülésen, akkor egy olyan önkormányzattal találkozzon, aki az ő problémáját meg szeretné oldani, és segít neki. És szerintem ez az új önkormányzati törvény, ez egy nagyon ebbe az irányba tett lépés, lehetőséget biztosít arra, hogy egy profiltisztított önkormányzat többet tudjon segíteni a ott élő fiatalokon. Ugye a gazdasági válságot már pedzegettük. Most, hogyha a jelenállást nézzük, és azt mondjuk, hogy bizony-bizony azért sokan vitatkoznak azon, hogy túl vagyunk-e már rajta, jelentős hányada a magyar népességnek azt mondja, és a szakértőknek is, hogy egyelőre még sajnos nem vagyunk túl ezen az időszakon. Minden esetre a jelenlegi kormányzat strukturális átalakításokba kezd. Még hogyha csak az önkormányzatot nézzük, de beszélhetnénk itt egészségügyről, oktatásról is. Hogyha most itt korosztályos problémaként értelmezzük ezeket a strukturális átalakításokat, akkor megnyugtató-e, magyarán szólva, az a nemzedék, amelyet jelen pillanatban ugye önök képviselnek, akár az országgyűlésben, akár politikai ifjúsági szervezetként, akár pusztán életkori kötődés alapján, nyugodt lehet-e majd néhány év múlva magyarul a jelenlegi lépések, amiket a kormányzat tesz, például az önkormányzati szektorban, az a következő generációk érdekeit szolgálja. Ebben mit tudnak tenni, hogy ez így legyen? Ugye azt mondtam az önkormányzati törvényről, hogy ez a biztonságnak a törvényjavaslata. Ebből a javaslatból így egy konkrét pontot emelnék ki, ami aláhúzza az önkérdés felvetésének az igazságát, az, hogy a jövőben az önkormányzatok csak a saját bevételüknek az 50%-ával adósodhatnak el. Ha az elmúlt időszakra visszatekintünk, akkor azt láthatjuk, hogy a rendszer finanszírozhatatlan volt, hiszen ahhoz, hogy a települések és a megyék a saját feladataikat el tudják látni, ahhoz hitelt kellett fölvenni. Most ezeket a terheket az állam átveszi, és lehetőséget biztosít arra, hogy az EU-s forrásokon keresztül magának a területfejlesztésnek és az ilyen jellegű kérdéseknek meglegyen a finanszírozási alapja. Így azt, hogy a saját bevételek 50%-ával lehet csak eladósodni, az egy kiszámíthatóságot jelent, és az, hogy a jövőt, a fiataloknak a jövőjét, a településnek a jövőjét, azt nem zálogosítják el a mostani városvezetők és megyei vezetők. És hát ugyanezt lehet látni a nagy politikában is, tehát a kormányzatnak minden szándéka az, hogy, és a legfontosabb programpontja és ugye célja is az, hogy az államadóságot csökkentse. Én úgy gondolom, hogy számunkra, magyar fiatalok számára nagyon fontos az, hogy egy olyan Magyarországot tudjunk élni, ahol tudjuk, hogy egyébként a mi gyermekünk az már nem lesz eladósítva, úgyhogy a kormánynak ebbeli szándékait mi nagyon támogatjuk.
Reméljük, hogy a jövő is ezt fogja igazolni. Sokan vannak szkeptikusok, hogy lehet őket megszólítani, kell-e őket megszólítani egyébként magyarul. Ugye van azért jó pár fiatal, aki azt mondja, hogy csókolom, ha nekem itt nem tetszik, akkor például, utalva az említett weblapra, elmegyek külföldre és kész. Hogy lehet ezt a felelősséget? Mert hogy azért valahol egy szervezetnek ezt is fel kell vállalnia. Hogy lehet ezt a felelősséget, egyfajta értékrendet, egyfajta hazaszeretetet közvetíteni generációk számára? Sokan ugyanis erre fordították rá például a rezidens kérdést is. Hogy lehet? Én úgy gondolom, hogy abban a hibában nem szabad beleesni, hogy azt mondjuk a fiataloknak, hogy ne lássatok világot, ne menjetek ki külföldre. Szerintem fontos az a mai világban, hogy versenyképes, nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező fiatalok legyenek. Tehát a mi véleményünk szerint nem az a probléma, hogyha valaki kimegy. Mi arra szeretnénk bátorítani azokat, akik kimentek, hogy jöjjenek vissza. Szerintünk így lehet a magyar gazdaságot is újra növekedési pályára elíteni, hogyha fiatal, szakképzett vállalkozók visszajönnek, szaktudással rendelkezők visszajönnek. Úgyhogy mi ezen az állásponton még nem baj, hogyha kimennek, csak jöjjenek vissza. Szintén? Tehát ez az út, vagy pedig hogy lehet egyáltalán plántálni? Azt mondom, hogy no, nem feltétlenül a tizenévesekben, már ez is nyilván akár pedagógiai kérdés is lehetne, de a fiatalok szervezete, például a Fidelitas, mit tud azért tenni, hogy valóban érdekelje őket a közélet, illetőleg, hogy érezzék egy kicsit úgy, hogy nyilván vannak pozitív példák is, hogy ez valóban a fiatalok országa lesz egyszer, akik most fiatalok, tehát hogy egyfajta folytonosság, egy körforgás van, akkor is, ha nem veszük tudomásul. Az elmúlt időszakban kidolgozásra került egy program, az Új Nemzedék Jövőért program, amelynek a vita, illetve már bemutatásra került, és a társadalmi szervezetek is ezt megvizsgálták, hozzászóltak. Ennek a fő mottója az, hogy törődj a hazáddal, mert a hazád is törődik veled. És nyilvánvalóan ebben a kérdéskörben vizsgálja a számos szakterületen azt, hogy mit lehet tenni a fiatalokért, és az állampolgári aktivitást azt hogyan lehet növelni. Ebben a küldetésben mi segíteni szeretnénk, de azt gondolom, hogy ez nem csupán egy-egy politikai ifjúsági szervezetnek a fontos feladata, hanem általánosan, globálisan is kell nézni, és ebben minden egyes tanár, minden egyes nevelő tud segíteni, hiszen ők azok, akik nap mint nap találkozni tudnak az iskolában a fiatalokkal, ők azok, akik nem csak oktatni kell, hogy tudjanak, hanem nevelni is, hazaszeretetre nevelni, és ebben mi az iskola keretein kívül, hiszen mi az iskolában, mint politikai ifjúsági szervezet nem működhetünk, az iskola keretein kívül próbálunk segíteni különböző akciókkal, kezdeményezésekkel. De itt egy komplex, globális akció van, hogyha szabad így fogalmaznom, amelyben mindenkire szükség van, legfőképpen a tanárokra, úgyhogy műsoron keresztül is arra biztatom őket, hogy ne szakítsák meg azt a jó folyamatot, ami a hazaszeretetre nevelésben eddig folytattak. Mi a gátja egyébként annak, vagy pedig mi lehet, hogy mondjam, az ösztönző ereje annak, hogy csatlakozzanak, keressék a szervezeteket a fiatalok, hiszen itt azért egyfajta gondolkodásmód van, ami alapján egy építkezés indulhat el, valóban beleszólhatnak a jövőbe, és nem kell feltétlenül politikai párttaggává válni. Hogyha jól tudom, lehet-e ilyen arányt mondani, hogy például mennyire politikai és mennyiben közösségi szervezet, például az X, vagy például a Fidelitas? Szerintem a helyes egyensúly megvan. Én azt látom, hogy a mai fiataloknak ugye voltak erre vonatkozó felmérések, és ott nagyon sokan azt mondták, hogy az a legnagyobb problémájuk a mai fiataloknak, hogy nincsen barátjuk, nincsen baráti társaságuk, nincsen közösségük. És a Fidelitas is, meg a mi szervezetünk is azért is, mert persze politikával foglalkozunk, de egy nagyon jó közösség vagyunk. Számtalan olyan programot biztosítunk, sportolástól kezdve a bál, éppen múlt héten volt az X-bálunk, tehát olyan lehetőséget biztosítunk, ahol tudnak egymással találkozni, hasonló gondolkodású fiatalok, és ez szerintem nagyon fontos, hogy egy közösségi lehetőséget teremtsünk számukra. Így van, a közösség az nyilván egy ifjúsági szervezetnél kiemelt pont. Somogy megyében csak dicséret illeti a helyi fidelitasosokat, hiszen ebben az évben már több országos rendezvényt is szerveztek, aminek keretében nem csak a somogyi fiataloknak, hanem az ország minden pontjáról érkezőknek biztosítottak lehetőséget arra, hogy jól érezzék magukat itt Somogy megyében. Úgyhogy köszönet érte, ez egy rendkívül szimpatikus társaság és egy rendkívül szép helyen, úgyhogy mindig örömmel jövünk ide. A másik viszont az, amire szeretnék még mondani, hogy szerintem azért, és ez nem csak a fidelitasokra, mindenkire igaz, hogy azért
probléma az, hogyha kimaradnak a közélet kérdéseinek megvitatásából, mert a döntések azok így is úgy is megszületnek, maximum kimaradnak az ő szempontjaik, ezt pedig nem lehet hagyni. Mi azt szeretnénk, hogy ezeket a szempontokat megjelenítsük. És ennek keretében dolgoznak, hogy az ITB-ben is különböző munkacsoportok, nálunk is szakmai kabinetek, tehát az adott problémákat, kérdéseket becsatornázzák, megvitassák és továbbadják a kormányzati szereplőknek. Nyilvánvalóan egy ilyen fajta munkát is el kell látni egy politikai ifjúsági szervezetnek. És emellett pedig az önkormányzatokban, parlamentben képviselni kell ezt a korosztályt. A Fidelitasnak hát nagyobb frakciója lenne, hogyha frakciót alakítana, mint a Demokratikus Koalíciónak vagy az LMP-nek, hiszen már a Fidesz új nemzedékévé váltunk. Számos politikában ismert szereplő a Fidelitasban kezdte meg a pályafutását, elég, hogyha Rogán Antalra vagy Szijjártó Péterre gondolunk, és emellett számos településen is mi adjuk a polgármestert, például Székesfehérváron és Tatabányán. Úgyhogy szerintem azok a fiatalok, akik lehetőséget kaptak a bizonyításra a Fidelitason keresztül, azok helytálltak, hiszen alázattal és szorgalommal végezték el azt a munkát, amely rájuk várt. Mi arra biztatunk mindenkit, hogy aki egy jó közösséget szeretne, vagy egyébként érdekli a hazájának és a közösségének, az országnak a sorsa, akkor csatlakozza hozzánk. És még egy kérdés a végére. Ugye eddig csillagszóró csak hadműveletből hallottunk. Ugye ez volt az előző kormányzat idején megindított karácsonyi ellenőrzés sorozat, amelynek brutális bevétele volt a vállalkozások tekintetében. Most egy új vetületet szeretnének adni ennek a fogalomnak, csillagszóró, de 2011. Most ez mennyiben más, mint a hadművelet, hiszen teljesen másról van szó. Lehet azt is egy hadműveletnek nézni, csak rendkívül pozitív, ugyanis nem sarcot próbál érvényesíteni, hanem azt szeretnénk, és arra biztatjuk Magyarország lakosait, hogy csatlakozzanak ahhoz a kezdeményezéshez, amit a héten indítottunk el. Ennek keretében különböző településeken, minden megyébe legalább egy településen gyűjtünk a rászorulók részére olyan intézményeknek, amelyek gyermekekkel, hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkoznak. Ők megnevezték azt, hogy mire van szükségük, legtöbb helyen akár tartós élelmiszert, könyveket, ruházati cikkeket, informatikai eszközöket, ilyen jellegű felajánlásokat várnak, és ezt december 15-ig lehet megtenni. A fidelitas.hu-n van az a táblázat, amiből mindenki meg tudja nézni, hogy a saját megyében, Somogy megyében kinek a részére mit várnak, milyen felajánlásokat, és ezt hol tudják megtenni. Ahogy mondtam, a Fidelitas most 15 éves. Ebben a helyzetben mi úgy szeretnénk ünnepelni, hogy az örömünket megosztjuk másokkal, és ezért arra biztatunk mindenkit, hogy a jobb adni, mint kapni egy gondolatnak a jegyében csatlakozzanak ehhez a gyűjtéshez, és szerezzünk örömet azoknak a rászorulóknak, akiknek a helyzetét ez a felajánlás nagyban tudja segíteni. Vannak-e más ilyen karitatív jellegű akciók? Mert hát azért, hogyha megnézzük a nevelés tudatformálás szempontjából, biztosan, hogy ez is fontos dolog. Nálunk az X-ben is van egy külön olyan munkacsoportunk, karitatív munkacsoportunk, aki kifejezetten az ilyen akcióknak a megszervezésével foglalkozik. Ennek keretében mi vittünk már ki Kárpátaljára rászorultaknak könyveket, és ebben az évben is tervezzük ezt, illetve minden X-es bálunk, amit tavasszal és ősszel is megrendezünk, ez mindig egyben egy jótékonysági bál is, és most a Bethesda gyermekkórháznak vásároltunk műszaki eszközöket abból a befolyó pénzből, amit ott összegyűjtöttünk. Számunkra is nagyon fontos ez a tulajdonképpen a közösségi szolidaritásnak ez a fajta megélése. Bízunk benne, hogy ez a karácsony részint ennek a jegyében fog telni. Nyilván sajnálatos, hogy szükség van rá, de úgy gondolom, hogy nem lehet mindig másra várni. Ebben azt hiszem, hogy egyetérthetünk valamennyien. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták ma estére a meghívásunkat. Kedves nézőink, ennyi fért a Miért műsorába ma estére. Röviden várjuk Önöket a következő alkalommal is a képernyők elé. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!